Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Herodes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehembe, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe és tudakolták. Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Herodes király, és megrémült, és vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell születnie a messiásnak. Azok így válaszoltak, a júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta, te Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy kisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztorra lesz népemnek, Izraelnek. Erre Herodes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe. Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte. Ők pedig miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház felett, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott találták a gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses sátraikat, ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, másúton tértek vissza országukba. Ez az evangélium igény. Úgy van, szeretett testvéreim, a mai elmékedésnek azt a címet adhatnánk, hogy ami a történelemből megmarad. Ebben az elbeszélésben sok zavaró mozzanat van, legyünk őszinték és mondjuk ki, amit érzünk. Nincs benne az a mindennapi életünkben megtapasztalható hétköznapiság, azaz ellenőrizhetőség. Az az egyszerűen megmagyarázhatóság. Szó van egy gonosz, úgy mintha meséről hallanánk, szó van egy gonosz királyról, aki kudarcot vall. De mégsem mese, mert a mesében ennek vége. Kudarcot vall, ő pedig gyilkol. Szó van egy ikrepésre, a csillagot látnak és elindulnak. Az ilyen vállalkozások nevetséges kudarcba szoktak fulladni. Ezek a mágusok viszont megtalálják a gyermeket. És az új zavaromozzanak, az új király, a kicsi király szegény, senki se tud róla, még azt se tudják, hogy a világon van. Semmi sem igazolja ezt a csillagot, és a csillag sem igazolja a gyermeket. Csak az, hogy van. Aztán, ha a mágusok nem hallgattak volna az álmukban kapott intelemre, és ha visszamentek volna Herodeshez, akkor látogatásuk azt eredményezte volna, hogy Krisztust megölik. Most viszont akaratlanul azt eredményezték, hogy egy csomó kisgyermeket megöltek. A főpapok és írástudók tudnak útbaigazítást adni, de ők nem lépnek rá az útra. Zavaró. Herodes megrémül, rendben van, de miért rémül meg vele az egész város? Ennyire összetartozik a diktátor és a nép. Aztán ezeknek a keleti bölcseknek ugye mi hasznuk volt abból, hogy látták a kis Jézus, de nem maradtak ott, tanítását nem ismerték. Azt sem, hogy meghalt és föltámad. Testvérek, az újkor, vagy leginkább a posztmodern kor embere szeretné az emberi történelmet úgy megérteni, ahogy meg lehet érteni, és számokkal le lehet írni a természet adottságait, a kőzeteket, a növényeket és az állatok életét.
pozitivista történelemtudomány meg is áll itt. Azt mondja, hogy ez ekkor történt, és így történt. Hát ez nem történelem, ez csak tény. Történelemnek vagy van értelme, vagy nincs történelem. Az anyagi világban mindennek megvan a maga oka, és az okoknak megvannak a következményei, és ezek az okok, és ezek a következmények nem bűnös okok, és nem bűnös következmények, sem erkölcsileg nem jó, és nem is rosszak. A kőzetek, a növények és az állatok világában, a csillagmilliárdok és az atomok milliárdjainak világában nincs erkölcs. Nincs jó és rossz, nincs felelősség, mert nincs szabadság. Most még egyszer, de nem utoljára szabadságról kell beszélnem. Az ember teste nem szabad, mert eznek a kozmosznak a része úgy, mint az állatok teste. Az én testi valóm nem szabad, mert a szerveim, a szövetek, a sejtek és az atomok, a bennem levő anyag az, ami és úgy működik, ahogy működik. De én szabad vagyok. Ezt a tény. Mert ez tény, ami rákényszeríti magát értelmünkre, ezt a tényt nem fogadja el valaki, akkor joga van elkerülni, megvetni, nem kutatni Jézus Krisztus és Szent Egyházát. De csak akkor, mert az egyház erre épül. Ha azonban képes erre az értelem elleni merényletre, hogy tudnilik tagadja az ember szabadságát, akkor nem Istennel, Jézus Krisztussal és az egyházzal találja magát szemben, hanem az egész emberiséggel. Mert kezdettől fogva felállította a bíróságokat, megbüntette a bűnöst, és megjutalmazta azt, aki jót tett. Tehát mindenki tudja azt, hogy az ember szabad. Tehát az egész emberiség gyakorlata, tapasztalata alátámasztja azt az értelmi felismerést, hogy az emberben van szabadság. Hogy az énje szabad, az más kérdés, hogy mire használja a szabadságát. A szélső libertinusok, mert így nevezi a Szentírás, azokat, akik azt mondják, hogy minden szabad csinálni, ezek erkölcsileg is gonoszok. A szélső libertinusok ma is azt állítják, hogy joguk van megválasztani nemi azonosságukat, sőt joguk van az eutanáziát kérni, megölni magukat. Ezzel, bár helytelen, és igazolatlan a test adottsága ellen irányul, de ezzel a rosszul művelt szabadsággal is megvallják a kereszténység alaptételét, hogy az ember énje szabad. Ellentmondásba vergődnek, mert éppen a szabadsággal van jelen a jó és a rossz a világban. Pontosabban a jó és a rossz a világban adottság az ember számára. A szabadság nem abban áll, hogy választok a jó és a rossz között. Mert Isten szabad, és mégse tud választani, hogy csak jót tud tenni. A szabadság a szerető képességünk alkotó eleme. A gépek és az állatok nem tudnak szeretni, mert nem szabadok. Az már a megromlott szabadság, hogy elszakadva az Istentől, megvadult ez a szabadság, és azt teszi, amit akar. Testvérek, tragikus tévedésük a libertinusoknak, tévedésük egyetlen oka, hogy gyakorolják a szabadságot, de nem érdekli őket a kérdés, hogy honnan van a világ mindenségben a szabadság. Most itt, aki véletlenül betévedt, vagy még nem egészen hívő, az mára kap egy feladatot, amit kötelező végig gondolni a ember. Honnan van a világ mindenségben a szabadság? Mert semmi sem szabad, ami anyagi. Ezzel a kérdéstől rettennek meg a legjobban. Ne azzal álljatok a libertinusok elé, a szabad elvűek elé, hogy van Isten. És hogy ért Jézus Krisztus és az Isten fia is megváltott minket. Ezen cinikusan röhögnek. De csak addig röhögnek, amíg szembe nem találják magukat a kérdéssel, honnét a szabadság a kozmoszban. Az egész vallásunk erre épül. Ez
pedig nem hit témája. Ezt tudni lehet, ez tény. Honnét a szabadság? Erre normális, elfogadható, az értelem számára megnyugtató válasz nem lehet adni másképp, mint egy szabad, személyes, önmagáról tudó, végtelen és mindenható teremtő Istentől. A Biblia, az Ó és az Új Szövetség maga Jézus Krisztus és Szent Egyháza, vigyáz a Szent Egyháznak tanítása, szentségei, ünnepélyei, és ez a mise erre épül. Ha ez nincs, akkor az egésznek nincs értelme, akkor cirkusz, üres a karácsony. Érthetetlen az emberi szabadság nélkül minden, ami keresztény. Az emberi szabadság pedig nem e világból való, hanem attól az Istentől, aki maga is szabad, aki maga is személy, nem világenergia, aki mindenható és mindentudó. Ha egy szabad, személyes Istentől van a szabadság, az ember szabadság ebben a világban, akkor ez a szabadság, ez a személyes létezés leszakítva az Istentől megbetegszik. Mert az a tény, hogy Isten az ő képére teremtette az embert, az nem azt jelenti, hogy hát hasonlít rá is, hogy külön él, hanem a vele való kapcsolatra teremtette. Az ember szabadsága csak Isten szabadságának erőterében működik jól. Ide emelkedtek a szentek. Isten szabadsága pedig ismétlem nem választási képessége is a jó és a rossz között, hanem csak szeretet. Ő nem tud rosszat tenni. Szabadsága a szeretetével azonos. Az ember azért kapott szabadságot, hogy szeretni tudjon. Ha tehát Isten szabadságából, szeretetéből kivesszük a mi szabadságunkat, a mi szeretetünket, a mi szabad akaratunkat, akkor jelenik meg a bűn meg az erény, meg a tíz parancsolat. Az egészet Jézus felrobbantotta, nincs tíz parancsolat a szenteknek. A kegyelem van! A Jézushoz odatapadt akarat, a szentség ez, fölött állnak a bűn és erény fölött. Ha megkísértetnének, a férvében van a tíz parancsolat. De fölötte állnak, és ez a keresztény szint. Ezt hoztál a megtestesülés karácsony. A bűn és az erény bizonyos szempontból egy szinten van. A bűn rossz, az erény jó. De választás eredménye. A választás pedig maga a megromlott akarat működése. Tehát az a jó, amit a rosszal szembe választunk csupán, az ebben a világban marad úgy, mint a rossz. Isten azzal segített az emberen, hogy feloldotta Krisztus halálára tekintettel a bűnt, újjáteremtett minket, és szent háromságos életére rákötött. Aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia, legyőzte a világot, mert fölé emelkedett. A bűn és az erény kategóriái fölé. Aki Krisztussal egyesült, az nem csak ebben a világban tett valami jót, hanem az a jó az örök életben valahogy megmarad, Krisztusban marad meg. Camus, ez a nagyszerű ateista egzisztenciális a filozófus, ír egy regényt, amelyben bebizonyítja azt, félelmetes, hogy valaki állatározza, hogy csak jót akar tenni, és mellette rengeteg rossz születik belőle. Utána állatározza, hogy csak rosszat akar tenni, és rengeteg jó származik belőle. Ezek a bölcsek jót akartak, és majdnem Krisztus meggyilkolása lett az eredménye. De minden esetre a betlehemi gyermekgyilkosság. Na nem ők a felelősek, de látogatásuk kiváltotta. Herodes rosszat akart tenni, Krisztust meg akarta ölni, és ez a szándék tovább ment az ő fiában, nagy Herodesbe, aki Pilátussal összefogva megölték őt. És Krisztus ekkor váltotta meg a világot. Fölé emelkedett. Nem azzal váltotta meg, hogy meggyilkolták, az bűn volt. Hanem az ő jóságos cselekedete, hogy meg akar bocsátani nekik,
az bele lesz emelve az isteni világba. A főpapok és írástudók nem mennek Jézushoz. Akkor sem, amikor 30 év múlva kilép a nyilvánosságra és tanít, sőt, megfeszítetésében főszerepet játszanak az egész megzavarodott Jeruzsálemmel együtt, amely azt kiáltja, feszíts meg. A zsidóságnak ez a megkeményedett része, egy része, amely elutasította Jézust, mit vált ki Szent Pálból. Amikor elmegy a zsinagógába és Jézusról beszél, egy részük a zsidóknak megtér. Hát megdöbbenti. A másik nem. Azt mondja, akkor megyek a pogányokhoz. Úgy indul el a magyarok megtérítése és a nem zsidók megtérítése, hogy a zsidók egy része megártalkodik. És ezt írja Pál, ha így áll a dolog, amit Izrael keresett, azt nem érte, nem érte el. Csak a kiválasztott maradék érte el, a többiek elvakultak. Azért botlottak meg, hogy elessenek, szó sincs róla. Védkükből inkább üdvösség fakadt a pogányoknak, hogy versengése serkedse őket. Ha pedig védkük gazdagítja a világot, azért ment Pál a pogányokhoz, sose lépett volna ki a kereszténység a zsidóságból. Legalábbis addig, amíg minden zsidó meg nem tér. Csak azért, mert megátalkodtak, és mondja Pál is, ha majd megtérnek a világ végén, mekkora jó lesz. A jó cselekedeteknek, a szeretetnek és a szeretetnek műveinek van egy horizontális, e világi ideig való, és van egy Istenben nyúló, örökkévaló vonatkozása Krisztus óta. Mert a szeretet, a szabadság Istentől való. A szeretet és művei nem csak Isten belépése ebbe a világba, hanem ennek a világnak belépése az Istenbe. Tehát te teszel valami jót tiszta szeretetből. Annak örülnek mások, élnek belőle a családod, unokáid. Építed a földön az élet civilizációját, de valakiből irigységet vált ki, gonoszért gyilkos indulatokat, sokat lerombolnak ebből a te művedből, jót akartál, és romhalva van körülötted. Egy nagyon ismert, igen kiváló gondolkodótól kérdeztem, hogy vagy? Hát meg vagyok. És a családod romokban hever. Vigyázz, ez csak horizontális szemlélet. Ez csak a valóság egyik fájdalmas oldala, hogy Isten belép a világba szeretetével, és a műveit le lehet a világba rontani, de ő beépíti az ő életébe a világot. Épül a Földön az élet civilizációja, amelyet le lehet rontani. De ugyanakkor ez a földi élet beleépül Isten örökké valóságába. Ezt jelenti, most értem meg, hogy valaki a jót Istenben cselekedte. Azt írja a II. Vatikáni zsinat, ez a világ elmúlik, de a szeretet és művei megmaradnak. Nem a fogható formában. Soha nem írtak volna Jézusról, főleg nem gyermekkoráról, ha Jézus testben föl nem támad. Az ő testi dicsőséges föltámadás ad az új szemléletet a történelemnek, hogy íme. Az ő fizikai teste beépült egy új világba. Oda magával vitte édesanyja szeretetét, Józsefét, a rokonokét. Magával vitte Galilea virágait, a csillagos eget, ezt az egész univerzumot. A rossz itt a világban, ahol Istentől elszakadt emberek is élnek, az a rossz a jóra rátekeredhet. És a rossz átmenetileg győzhet. A jó pedig kiválthat a gonoszokból sok rosszat. Hát akkor ne tegyünk jót. A világ életet szemlélve erre juthat az ember, mert az ember Jézus Krisztus nélkül rövidlátó. Élete művét lerontva látja. Mintha nem ment volna előbbre a világ, forog körbe. Mert a rossz belekap a jóba, a rossz pedig önmagát pusztítja farkába harapó kígyóként. Egyedül Jézus istensége és megtestesülésével embersége.
halála és föltámadása és a Szentlélek kiárasztása menti meg a jót az örök életre. Ezután a jót nem csak ebben a világban műveljük, ha Jézusban élünk, hanem Istenben. Csak azért lehetett megírni, és csak azért írták meg a mágusok látogatását, a gyermekgyilkosságot, mert tudták, hogy ennek van egy Istenbe beépülő valósága. Az apró szentek mind üdvözültek, és föltámadnak az utolsó napon. A pogányok látogatása előjátéka volt annak a sok milliárd pogánynak a megtéréséhez. A zsidók egy részének megkeményedése, Jézus elutasítása a pogány misszió kezdete lett. És ezután arra is figyeletünk, hogy nem mese Herodes gyilkossága, hiszen a 20. században Hitler és Stalin messze túrhaladták Herodest, és hol vannak ők most? És mi maradt a művünkből? És mi lett a szentekből, akiket kivégzett? Itt élnek, hatnak, és miután azok lebuktak, és annyit gyilkoltak, eltűntek. A rossz nem építhető be a túlvilágba. Aztán a 20. században is láttak csillagot. Egy kalkuttai apáca, aki tanárnő volt. Kiment Kalkuttába, és ott a nagy szerető Indiába ott fekszenek és haldokolnak az emberek, mert ugye legyet se szabad agyon csapni, a haldokló arcán sem. És egyszer ez apáca belenézett egy haldokló szemébe, és ott látott egy csillagot. Ez valaki. És letörölte a könnyeit. És elindult egy mozgalom. Világmozgalom lett. És a megszületett királya Jézus feltámadásában ugyan Pantokrátor, mindenek ura, de a világ végig a tabernákulumokban van elrejtve, egy darab kis kenyérbe van jelen. Aztán vannak Herodessel megrémült városok. Most a bankukkal együtt megrémül sokak szíve. A te szíved nem rémület meg. Nem a bankoké a jövő. Élj normálisan. Vess és arass. Tedd rendbe a házadat. Nem vagyunk a rossz állapotban, mint a világháború alatt. Nem igaz. És ne rémülj meg Herodessel együtt. Már vannak új Jeruzsálemek, kis családok, ahol épül az örök élet, új szerzetesi közössége. És tudjuk, hogy a karácsony idején templomainkba betérő pogányok, igaz, hogy egy pillanatra látják Jézust, de hidd el, meg lesznek jelölve. A szentírók azért merik megírni a történelmet, azt a véreset az Ószövetségbe és az Újszövetségbe is, azt a valóságosat, meg megmerik írni, hogy maguk a főpapok és a teológus írástudóknak is vannak bűnei, tudnak, de nem élnek vele, azért írják meg, mert tudják, hogy a Jézussal egyesült hívek jótetteit nem szabálja föl mindenestül a bűn, hanem az igazi jó, amelyet Istenben művelünk, az beleépül a föltámadt Krisztus életébe. Ezért áldozzál gyakran. Az a valóság egyik látható oldala, hogy látszatra győz a bűn. A másik az, és a valóság egyik oldala, hogy Isten emberé lett, belépett az életünkbe. Nem, az áldozáskor mi lépünk be az ő életébe. Ezért van igaza a tridenti zsinat után egyes teológusoknak, hogy vigyázz! Az a jó cselekedet, amit a megszentelő kegyelem állapotán kívül végzett, tehát halálos bűnökbe, az nem marad meg az örök életre. Az ott van, mint a bűn. Húha! Az csak legfeljebb készülődés, hogy Isten megszálljon egy pogányt, mert jót tesz. Csak a megszentelő kegyelem állapotában, a súlyos bűnöket meggyónva, maradnak meg tetteid, és szereteted az örök életre, mert akkor beépül Krisztus életébe. A rossz viszont Istenen kívül marad az örök életben. Tehát az üdvösség és kározat itt kezdődik. Nem csupán a tettek és a következményei fontosak, hanem az, hogy azokat
Istenben műveljük. A megszentelő kegyelem állapotába. Jézus istenségébe beépítve műveljük. Nem kívánok még nagyobb jót, mint hogy gyógy meg, és egész évben őrizd a megszentelő kegyelmet, és áldozz. A bűnt nem lehet Istenben művelni, ezért nincs jövője. Nincs örökké valósága. Csak itt a földön tombol. A jót lehet Istenben művelni, kegyelméből, Jézusban művelni, és megmenteni azt életünkkel együtt az örök életre. Amen.